A polgári köri mozgalomnak az elindítása 2002-ben Orbán Viktornak ez egy zseniális húzása volt. Bizonyították a következő évek, amik 2002 után jöttek, hiszen szerte az országban 2003, 2004-ben, 2002-ben megalakultak ezek a baráti társaságok, polgári körök. Nagyon sokan jogi személyé alakultak, egyesületté alakultak, mint ami történt Egerben is. 2003 áprilisában alakult meg az Egri Végvár Polgári Körök Fóruma Egyesület. Ez volt a mostaninak az elődje, és ezt olyan polgárok alapították, és ma is ebben a szervezetben olyan civil emberek tevékenykednek, akik érdekek nélkül, értékek mentén élnek, dolgoznak itt a szervezetben is. Önzetlenül teszik a dolgukat, nem várnak érte semmit, fontosnak tartják azt, hogy a külhoniakkal legyen kapcsolatuk, szívesen jönnek el velünk, mikor kezdeményezünk, akár felvidéki kirándulást, akár az etelakaiakkal, a székelyföldiekkel való találkozást, együtt töltött napokat, és szívesen fogadnak külhoni területről érkező magyarokat. Zetelakiak szoktak hozzánk jönni, ha nem is évente, de 2-3 évente biztos, hogy itt is üdvözölhetjük őket Egerben. És most 8 éve van már kárpátaljaiakkal, szürteiekkel is kapcsolatunk. Most is itt vannak, a jubileumi megemlékezésen itt voltak az általános iskolából, Szürtéről ketten, két tanárnő. És ez a kapcsolat azért is olyan szoros, mert mi az elmúlt 8 év alatt minden decemberben vittünk karácsony előtt, kis szeretett csomagokat állítottunk össze adományként, és azt oda átvittük, átadtuk a szürtei általános iskolában. Az utóbbi 1-2 évben kértek tőlünk most már pénzadományt inkább, és nem élelmiszert, vagy tankönyveket, vagy ruhaadományokat viszünk most már az utóbbi években, hanem csak pénzt. Tehát én nagyon jó lépésnek, jó ötletnek, felhívásnak tartom ma is azt, amit 2002-ben Orbán Viktor meglépett. Bizonyítja ezt Eger. Tudom, hogy az országban azóta már az elmúlt 20 év alatt jó pár helyen megszűntek ugyan polgári körök, nem működnek, de vannak még olyan 10-12 ezerre tehető azok száma, akik polgári körben dolgoznak, tevékenykednek, és szerintem elhangzott itt Hende Csaba úrtól is, és másoktól is, hogy nagyon fontos küldetést teljesítenek ma is a polgári oldalon, a nemzeti oldalon a polgári körök, és szükség van rájuk továbbra is. És én abban bízom, mi itt az EGRI Egyesület vezetése abban bízik, mondhatom azt, hogy fogjuk tudni a tagjaink számát növelni, az életkort csökkenteni, talán fiatalabbakat is meg fogunk majd tudni nyerni a tagság számára. Ezért vesszük fel a Nagycsaládosok Egyesületével is a kapcsolatot a jövő évben, hogy velük tudjunk közösen programokat létrehozni, megszervezni.